11 első osztályos tanuló kezdi meg a 103 felsőbb éves diák mellett a tanulmányait a 2010-2011-es tanévben a Deák úti általános iskolában. Az iskola évnyitóján az intézmény vezetője azt hangsúlyozta, hogy a pedagógus és a diák életben az a szép, hogy kétszer van egy évben új év, és ilyenkor szeptember elején akár fogadalmat is tehetnek a diákok. Tavalyi év után azt kell mondanom, hogy a mi diákjaink közül kevesen vannak azok, akiknek fogadalmakra van szüksége. Amit mi elvárunk az elkövetkező időszakban a diákjainktól, az továbbra is a pontos és rendszeres iskolába járás, a szülők részéről az, hogy lássák el ezeket a gyermekeket megfelelő ruházattal és felszereléssel, de az alap az, hogy minden nap itt legyenek, mert talán ezzel van a legnagyobb problémánk. A pedagógusok pedig továbbra is a szakértelmet, a gyerekek iránti szeretetet, odaadást adják a diákoknak. Mindenféleképpen arra törekszünk, hogy belőlük, akkor is, hogyha fogyatékkal élnek, hiszen a mi iskolánk egy speciális iskola, akkor is ember váljon belőlük, és alkalmasak legyenek a 8. osztály elvégzése után, hogy valamilyen szakmát megtanuljanak. A többi általános iskolához hasonlóan ezt az oktatási intézményt is meglátogatta a város alpolgármestere, hogy egy apró ajándékkal lepje meg azon diákokat, akik 2010. szeptember 1-én először lépik át az iskola kapuit. Nem lehet különbséget tenni szerintem gyerek és gyerek között. Az, hogy valakinek egy picit problémásabb, nehezebb a tanulás, az attól még ugyanúgy a szüleinek a gyereke, attól ő még ugyanúgy iskolás, sőt, ha valakinek, akkor nekik azt gondolom különösen fontos, hogy rögtön az első élmény jó legyen az iskolába. Ehhez szeretnénk hozzájárulni egy apró ajándékkal, az imáron szokásosnak mondható tanév kezdésre jelző csengővel, ami egyben egy bagolyos formás, hiszen a bagoly az erdő leggyorsabb állata, és bízunk benne, hogy ez a kis ajándék segíteni fogja őket, ösztökélni fogja őket az elkövetkező évek során, hiszen mindegy, hogy ki milyen iskolában kezd, de azzal, hogy egy tanulmányi pályán elindul, azzal bizony elkötelezi magát, hogy az életének a hátrább lévő részében biztos, hogy tanulni fog. Palic István igazgató elmondta, hogy a nyár folyamán sikerült az iskola felújítási munkák nagy részét elvégezni, és így méltó környezetben tudják fogadni a diákokat. A belső festések, WC-k, tantermek festése megtörtént, de vannak még olyan helyek, ahol nem jutottunk el. A kerítésen kellett javítani, külső-belső homlokzaton kellett javítani, ahol a javítás megtörtént, de még például a színedés nem ez látható a fehér foltokon, de ezeket az árcserék megtörténtek, ahol erre szükség volt. Tehát az épületet ahhoz képest, amennyi pénzünk erre volt, ismét használható és jó állapotba sikerült hozni. Az igazgató több idén életbe lépő változása is felhívta a szülők és a diákok figyelmét a tanévnyitón. Ezek között szerepel, hogy amennyiben a gyermek hiányzása meghaladja az 50 órát, úgy a szülők eleshetnek a különféle egyéb esetben járó juttatásoktól.